Efraim Kishon, Eichmann Wall. Részlet egy avantgárdista színjátékból. Mi a véleménye a kétszer kettőről? Nem vagyok matematikus. Mégis, véleménye szerint mennyi kétszer kettő? A számtani műveletek sosem tartoztak hatáskörömbe. Amennyiben mégis felmerült ilyen természetű probléma, tüstént átszármaztattam az illetékes ügyosztályokhoz. A döntés minden esetre Schultz kezében volt. Szóval nem tudja, mennyi kétszer kettő. Nem vagyok kompetens. És ha én azt mondom magának, hogy maga nagyon is jól tudja, mennyi kétszer kettő? Schultz foglalkozott a számokkal. Valányszor meg akarta tehát tudni, hogy mennyi kétszer kettő? Elment Schulzhoz? Nem feltétlenül. Telefonon is megérdeklődhettem. Ambátor, engedessék megjegyeznem, hogy Schulzot 1943 őszén Száckammergutba helyezték át, és ott találkoztam vele Lupkénél. Lubke tudta mennyi kétszer kettő? Nem tudom, kérem. Sosem fordultam hozzá ezzel a problémával. Schulzsal álltam kapcsolatban. Schulz tehát tudta a megoldást a kétszer kettőre? Nem tudhatom, mert nem voltam a helyében. de feltételezhető, hogy Schulz tudta, ugye bár. Mindenkor tartózkodtam feletteseim bírálatától. Mennyi jött ki Schulznak? Nem emlékszem. Akkor hogyan magyarázza meg, hogy a 6021-es számú okmányra maga feljegyezte kétszer kettő egyenlő négy? Ilyen nincs. Nézze meg, maga írta ezt? Igenis. A maga kézírása? Nem. Hogyhogy? -hogy. Az okmány dátumának időpontjában nem tartózkodtam Berlinben. De hiszen az okmányt Münchenben állították. Mégis Linzben voltam. Akkor honnét van az aláírása? Utólag odabigyeztették. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a számok meglehetősen elmosódottak. A négyes szám például hetesnek is felfogható. Kétszer kettő, tehát hét? Ezt sosem állítottam. Nem vagyok matematikus. Megjegyzésem csupán annak megállapítására szorítkozott, hogy a 6021-es számú okmányon a négyes szám hetesnek is olvasható. Szóval? dachau voltam. Arra a kérdésre válaszoljon, kérem, hogy mennyi kétszer kettő? Nem tudhatom. Akkor miért mondod hetet? Nem mondtam hetet, csak megjegyeztem, hogy egyes okmányokon a négyes szám hetesnek is olvasható. Nincs szó okmányokról, csak egy okmányról van szó, a 6021-es számúról. Nem vállalhatom a felelősséget az okmányért, amelynek aláírásakor lincsben tartózkodtam. Hm. Tehát mégis lincs. Amennyiben a tények... Rekonstruálhatók. Én azt mondom, hogy nem okozott magának sohasem fejfájást a kétszer kettő kiszámítása. Legyen szabad hangsúlyoznom, hogy nem vagyok matematikus. Emelje fel két ujját. Esküszöm az élő Istenre. Nem ho kértem, hogy esküdjön, arra kértem, hogy emelje fel két ujját. Kérem szépen, szabadna egy fontos bejelentést tennem? Hát tegyem. Lupkét 1943 nyarán áthelyezték a protektorátusba, és ezért nem találkozhattam schulz 1943 őszén Száckammergutban. Mi van mindennek ehhez? Csak az igazat akarom vallani. Lupke nem volt beavatva Schulz dolgaiba. Akkor nem volt beavatva? Engem csak az érdekel, hogy hány újat emelt fel. Nincs tudomásom arról, hogy Lupke újat emelt volna bárkire. Magáról beszélek! Hány újat emelt föl? A jelek szerint kettőt. Jól lehet, nem vállalhatom a felelősséget az esetleges pontatlanságért. Sosem foglalkoztam matematikával. Nem baj, emelje fel másik kezének két ujját is. Hány ujjat lát? Tizet. A felemelt újakat kérdeztem. Én látom a nem felemelteket is. Ismétlem, hány felemelt ujja van? A nem felemeltek is az enyémek. De nem azokról van szó? Ezen nagyon csodálkozom. A nem felemeltek ugyanis összújjaim 60%-át képezik, átlagosan 10 újat -át véve alapul, vagyis 50%-os többséget képviselnek a nem felemeltekkel szemben, ha a nem tévedek. Tegyük fel! Én azonban arra vagyok kíváncsi, hogy véleménye szerint a felemelt két ujja, meg a másik két ujja, mennyit tesznek ki összesen? Mostan? Igen. Számolja meg, kérem. Hm? Hm. Nem, nem megy. Már miért nem? Hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy az ujjamat végigfuttatom a számlálandó tárgyakon. Jelen esetben, igen, lakhat, hogy a végigfutó ujjam. Azonos a megszámlálandóval, tehát veszélyes kettőség esete forog fent. Esküm, precizitásra kötelez. Nyilatkozni szeretnék. Nyilatkozzon. Távolált tőlem annak a benyomásnak keltése, mintha teljesen elzárkóznék azon verzió latolgatása elől, mely szerint kétszer-kettő bizonyos körülmények között a négyes számot megközelítő eredményt adhatja. Noha hangsúlyozni kívánom, hogy sohasem foglalkoztam tudományos munkával, mivel ez hatásköri túllépéssel lett volna azonos. Alázatosan kérem sulc kihallgatását, tekintettel arra, hogy a nevezett, felelős pozíciót töltött be az említett időszakban Garmisch-Partenkirchenben. Azt veszem ki a szavaiból, hogy elfogadja sulc álláspontját a kétszerkettővel kapcsolatban. Már mondottam, hogy nem vállalhatom a számszerű felelősséget mindaddig, amíg eskü alatt vallok. Ugyanakkor azonban hajlandó vagyok magamra vállalni minden releváns megoldást, csak hogy elkerüljem a makacs ellenkezés csalóka látszatát. Tehát beismeri, hogy kétszerkettő az négy? Erre vonatkozólag már tettem bejelentést, ha nem tévedek. Szeretném még egyszer hallani. Erre vonatkozólag már tettem bejelentést, ha nem tévedek. A bejelentést magát még egyszer. Kérem, hitem és meggyőződésem, hogy az említett matematikai művelet megoldása nagyjában azonos az államügyész úr által említette. Tehát négy. Fel lehet tételezni. Négy? Igen vagy nem? Az előbbi. Köszönöm. Csak ennyit akartam tudni.